Fontos, hogy elegendő időt szálljunk a középiskola kiválasztására. Megkerestük a Ludovít Jaroszláv Sulek gimnázium 8 éves tagozatának diákjait, hogy mondjanak néhány szót arról, miért választották ezt az iskolát, és megfelelte az elvárásaiknak. Hogyan lány jártam alapiskolába? Valami többre vágytam, és tudtam, hogy ezt a gimnáziumban találom meg, ahol egy kicsit gyorsabb az ütem, mint az alapiskolában. Ezért jöttem ide, és nagyon elégedett vagyok. Az iskola választásánál a szüleim és a bátyám, aki szintén a Sulek gimnázium diákja, adtak tanácsokat. Ők segítettek a döntésemben, bár meg kell mondanom, hogy nagyon féltem idejönni, mert az iskolámból egyedül jöttem. A Komenszky utcai alapiskolából jöttem, és az elvárásaim teljesültek, bár nagyon-nagyon féltem, de most már jó, és szeretek itt lenni. Könnyebben tanulok, és időként szórakoztató módon oktatnak bennünket. Néha gondjaim vannak a matekkal, de egyébként rendben van. Osemročná forma štúdia na našom gymnáziu má hlboké tradície, existuje už takmer 30 rokov. A gimnáziumban nagy hagyománya van a 8 éves képzésnek, közel 30 éve létezik. Ez idő alatt számos okos és tehetséges diák hagyta el iskolánkat, akik felsőfokú végzettséget szereztek, vagy jelenleg olyan rangos egyetemeken tanulnak, mint a pozsonyi Comenius Egyetem, a prágai Károly Egyetem, vagy Hollandiában, Nagy-Britániában és Dániában. A 8 éves gimnáziumnak kétségtelenül számos előnye és pozitívum van. Ott van például az idegen nyelvek megemelt óraszáma, vagy a társadalmi nevelés tantárgy, ahol a diákok verbális, azaz szóbeli megnyilvánulásokat fejlesztik, ami jelenleg olyannyira a háttérbe szorul, mivel a számítógépek, laptopok és távolgépek veszik át az uralmat. Ráadásul az osztályokban jó tanuló kompakt csoportjai vannak, akik sokkal több mindent megtanulnak az órákon. Így több szabadidejük marad az otthoni kikapcsolódásra. A sportban vagy más téren tehetséges diákoknak lehetőségük van egyéni tanterv szerint tanulni, így saját fejlődésüknek szentelhetik magukat. Talentované, či už je to šport alebo v iných aktivitách, majú možnosť študovať podľa individuálneho študijného plánu a takisto sa môžu venovať svojmu zdokonalovaniu. Tapasztalatból mondhatom, hogy féltem az átlépéstől egy másik iskolába. Aggódtam, hogy megszokom-e a tanárokat és az új csapatot. Azt kell mondanom, hogy az iskola biztosította a feltételeket ahhoz, hogy beilleszkedjünk, és az első pillanattól kezdve nagyon jó csapattá váltunk, és azóta is így van. Szívesen töltöttük együtt a szabadidőnket, sok kiránduláson, tanulmányi úton, színház és múzeumlátogatáson vettünk részt, amelyeket az iskola szervezett. Sajnos a világjárvány idején nem nagyon lehetett kirándulni. Számos projektekben és olimpiászon vehettünk részt, amelyekre tanárunk felkészítenek minket. Az osztályunk tavaly bekapcsolódott a Hurrá a Szabadba projektbe, amelynek középpontjában a biológia és a szabadban való tartózkodás állt. Idén pedig óravázlatokat dolgozhattunk ki angol nyelvtanításhoz az alsóbb osztályok számára. Elmondhatom hát a leendő gimnazistáknak, hogy nincs miért aggódniuk, és biztosan sikerülni fog nekik. V prvom rade som vďačný, že som mal tú možnosť spoznať svet stredných škôl z iného uhla, keďže po štvrtom ročníku... Mindenekelőtt hálás vagyok, hogy lehetőségem nyílt egy másik oldalra is megismerni a középiskolai környezetet, hiszen a Komáromi 8-es gimnázium 4. évfolyama után a nyitrai gimnáziumba kerültem. Ott eleinte nem volt gondom, mert a Komáromi Sulek gimnáziumból vittem magammal a tudást, és arra építettem. De két év után Nyitrán úgy döntöttem, hogy visszatérek Komáromba, mert úgy találtam, hogy a tananyag ebben az iskolában nem csak jobb minőségű, de még elsajátítása is tartósabb. Ennek valószínűleg az az oka, hogy a Sulek gimnáziumban a tanárok motiváltabbak. Nyitrán egy nagy iskolában ugyanis nem lehet egyénileg foglalkozni a diákokkal. Ezért döntöttem úgy, hogy visszatérek Komáromba. Egy nagyszerű csapathoz tértem vissza, kevesebben vagyunk az osztályban, és közelebb kerültünk egymáshoz. Az otthon kényelme és tanulása ösztönöz. Ezért javaslom mindenkinek, hogy válasszon olyan iskolát, amely motivációt biztosít a tanuláshoz. A Sulek gimnázium 8 éves tagozatáról tájékozódjon az iskola honlapján, ahol egy virtuális idegenvezetés keretében megtekintheti az egész iskolát. A Sulek gimnázium oktatásának minőségét a 4 és 8 éves tagozat diákjainak eredménye is bizonyítják. A jelentkező lapokat a szülőknek legkésőbb 2022. március 20-áig kell eljutatniuk az iskolába.